a Szentendrei Női Kézilabda Egylet és a Dorogi Atlétikai Klub terem kézilabda bajnokságának a budakalászi sportcsarnok adott otthont február 26-án. Már az első percekben éles küzdelem bontakozott ki a pályán, fej-fej mellett haladt a két csapat. Az első félidő végéhez érkezve a szentendrei lányoknak sikerült feltornázniuk az eredményt, amelyhez Kókai Ágnes bravúros védései is nagyban hozzájárultak. Rácz Réka, a Szentendrei Női Kézilabda Egylet játékosa elmondta, minden meccset alapos felkészülés előz meg. Általában a tavalyi, az előző félévi szezonra szoktunk alapozni, de szoktunk videózni is a csapatokra, és az alapján taktikázzuk ki, hogy mi milyen játékot játszunk és hogyan védekezzünk. Heti négyszer van edzésünk, szoktunk kondizni is, és mindenféle edzéstervek vannak, van egyéni képzés, taktikai edzés, futós edzések, szóval nagyon sokszínű edzésmunkánk van. That's why. Az első félidőben 19-10 lett az eredmény a szentendrei NK javára. A második félidőben Vitovszky Veronika állt be a kapuba, az időkérés során a Szentendrei Női Kézilabda Egylet edzői lelket öntöttek a játékosokba, amely után még izgalmasabbá, változatosabbá vált a mérkőzés. A szentendrei NK vezetőedzője, Rapi Róbert a Dorogi Atlétikai Klub csapatát is értékelte. Azért ők is szeretnek futni, illetve van 3-4 stabil játékosok, akik és nem is szeretnék kiemelni, mert egymásra épülnek ők is, mint egy csapat, és viszonylag a betörő játék, illetve az átlövésük bármennyire viszonylag alacsonyabb csapat, azért meg szokták lepni az ellenfeleket. Így egy szigorú védekezésre készültünk, amit azt gondolom az első 5 perc kivételével sikerült is megtalálnunk, főleg a távolságokat, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy nem volt probléma. Rácz Réka már több éve kézilabdázik, elmondta azt is, hogy mit jelent számára ez a sport. A cél az, hogy megnyerjük a bajnokságot, és az első helyen végezzünk, meg az, hogy jól érezzük magunkat, játszunk jó meccseket, és hogy együtt legyen a csapat. Nekem ez az életem, én nagyon szeretek kézilabdázni, már 14 éve ezt tűzöm versenyszerűen, és szeretném is még egy jó darabig. A csapat meg igazából mindent, mert én szerintem még nem voltam ilyen jó helyen, ahol ennyire jól éreztem volna magam. Szóval szeretnék meg sokáig is itt maradni. A vezető edző megosztotta velünk azt is, hogy mi lehet a Szentendrei Női Kézilabda Egylet sikerének titka. Egyrészt csapatként működünk, azt gondolom, hogy én mindig a csapat egységnek a híve voltam, tehát itt mindig van olyan, amikor valaki gyengébben játszik, rosszabb napot fog ki, van aki jobb, tehát itt másnak mindig megtaláljuk azt, aki ebbe főszerepet tud vállalni, de a csapat az elsődleges. A másik pedig, ami számomra nagyon fontos, az edzésmunka. Tehát itt azért azt gondolom, hogy vannak ilyen lehetőségünk, hogy tudunk edzeni viszonylag sokat. Következő mérkőzés Tatabányán lesz. Én azt gondolom, hogy nyilván van célkitűzés, és nem titok, a bajnokság megnyerése a cél, de minden hétről hétre készülünk, tehát nem nézünk messzebbre, mindig az aktuális ellenfelet térképezzük fel és rákészülünk. Ugye itt azért bonyolult is, mert betegségek, sérülések mindig vannak, főleg a betegségek mostanában jellemzőek, és azért valamikor hétről hétre át kell alakítani esetlegesen a csapatot. A második félidőben Ulman Bernadett szerezte meg az utolsó gólt a hazai csapatnak. mai meccsen szerintem mindenki oda tette azt, amit kellett, amit megbeszéltünk az edzővel és a csapattal, azt szerintem mindent megtettük, megcsináltunk. Voltak hibák, de a hibák ellenére szerintem tudtunk javítani a játékon, és szerencsére jól jöttünk ki az egészből. Amit elterveztünk, azt sikerült végrehajtanunk. A lányok megfogadták, amire készültünk egész héten, és itt elsősorban itt a lerohanásokra, illetve a szigorú védekezésre gondolok, és azt gondolom, hogy maximálisan betartották, amit megbeszéltünk, és hát ez lett a jutalma. 37-24 lett a mérkőzés végeredménye a Szentendrei Női Kézilabda Egylet javára. Ezzel a csapat jelenleg az első helyen áll a tabellán az NB2-es női északi csoportban. Rapi Róbert hozzátette, bízik abban, hogy mérkőzésről mérkőzésre haladva sikerül megtartaniuk ezt a helyet a továbbiakban is.